Üdvözlöm a kedves nézőket! Egy nem mindennapi péntek este vár ránk, sőt, mi több, majd egy nem mindennapi szombat is vár ránk, hisz az a különbség a minden szombat estétől, amikor átmegyünk be Kódesle, hol, hogy most Kódesből Kódesbe fogunk átmenni. Részleteket mindjárt megtudjuk Radnóti Zoltántól, egy rabbitól, aki a budapesti rabbiságot vezeti, és tulajdonképpen főfoglalkozásban mehetett volna akár pszichológusnak is, hisz az emberek lelkével foglalkozik, születéstől a halálukig, lehet őt szeretni vagy nem szeretni, egy biztos csapatépítő, zsinagógaépítő, és embereket meg tud győzni arra, hogy mennyire jó nekik nem a gödörbe lenni, hanem kijönni a gödörből. Mennyire jó azon a bizonyos Szulám Jákobon, Jákob létrájának legalább az alsó fokát elkapni, és elkezdeni hinni önmagunkban. Rabbi úr! Ehhez be tudok szólalni ennyi szép szó után, meg sem érdemlem. Itt a Pilpul ünnepi kiadása, századik alkalommal. Századik, tényleg. Századik alkalommal ülünk itt a stúdióba. Miért nem volt jó nekünk rabszolgának lenni? Miért kellett 40 évig engedetlenkednünk a sivatagba? Ma több riportalanyomat is megkérdeztem, hogy 40 év elegendő-e arra, hogy a szabadságunkkal élni tudjunk, hogy ne sértődjünk meg, hogy a mindennapi változásokat jókedvűen el tudjuk viselni, hogy még többet tudjunk adni magunkból szeretteinknek és hozzátartozóinknak. Ez így ünnep előestéjén nagyon is aktuális, annál is inkább, hogy a luach, amit öntől is már a nézők tudnak, hogy az a zsinagógai naptár, most már többedik alkalommal összeesik keresztény testvéreink húsvétjával. Akkor halljuk a válaszokat. Hú, ez egy nagyon hosszú a kérdés, és nem akarok hosszabb válaszolni. Gyakorlatilag az embernek a teremtés óta bennünk van kétfajta ösztön, amit úgy hív a zsidó hagyomány jétszerhátov, a jó ösztön, és jétszerhát rá, a rossz ösztön. Ez a kettő vihasodik egymással, és a sivatagi vándorlás, a 40 év, amikor már nem telepednek ránk, de még nem érünk el a célba, a Kánaánba, a saját országba, ez egy önvizsgálati időszak volt, és a Tóra szerint ez pont annyi idő volt, hogy generáció lecserélődjön, vagy szimbolikus dolog, hogy valamilyen módon újjá kell születni, és akkor tudunk megváltozni. Hol tart ön a személyes újjászületésbe? Hisz nézőink tudják, hogy túl van egy bizonyos szakaszon egy új dolog, egy új időszámítás. Ki volt írva, hogy a rabbi testület elnöke, én a mostani választás nem indultam el a elnöki pozícióért. Most ebben nem szeretnék... De azért nem érzi azt, hogy egy... Nem, ez meg volt ez a családommal, a barátaimmal, és ez egy teljesen konszenzus volt, hogy... Tehát akkor hogy, holnap is fel kell a nap. Persze, tehát tudok dolgozni egy picit úgy, hogy nincsen olyan nyomás rajtam, hogy meg kell felelnem összes magyar rabbi kívánságának és kérésének és vágyának, nem tudok végre a saját közösségem jobban foglalkozni a saját... A Mózesnek is neheze volt ez. Igen, tehát ott a nép ugye pont látja, a sivatagban egyszer Bileám, egyszer Trofod lányai, mindig valaki valami kérdésre ment hozzá. Pont néztem meg egyébként, hogy a blogomban, ez a 3,5 év, amit most így eltöltöttem ebben a pozícióban, volt olyan hónap, amikor nem volt egy publikációm sem. Előtte, vagyok napi 2 is volt akár. Egyszerűen az irodai munka, meg ezek furcsa tevőlegesek, amik voltak, ez elvett az erőmet, időmet, tehát éppen ezért azt mondtam a kollégáknak, hogy csak akkor indulok el ez a pozícióért, hogyha konszenzus van, tehát én nem szeretném még 4 évet úgy csinálni, hogy olyan... Kaptak az alkalmon, elfogadták. Igen, az jó. Most akkor halljunk új Radnóti Zoltánról, aki a tőle megszokott lendülettel közösséget épít, a zsinagógáját karbantartja. Itt persze, nem fizikai, tehát nem melyek? Az installációra, hanem a lelkekre. Persze, tehát tudok írni, de mondom, most még például megyek be a konyhát kikóserolni a Síp utcába,
holnap legyenek a zsinogába, kikóstolni a konyhát, jövő héten meg tévfelvétele, idézsők be majd. Hát van rengeteg dolog, amit vel tudok tanítani a közösségnek. Ugye itt már volt a benne van az életében egy abbi, azt tanít. Valaki azt mondta nekem, hogy erre várt már, hogy, mert nekem az a politikai pozíció nem volt illő, mert magamat meg kellett erőszakolnom, és nekem inkább a katedra vagy a ember a foglalkozás az illő, de ettől függetlenül ez a sivatagi vándorlás, ben az ember mindennel találkozik. Tehát a zsidóim is találkozott balról, jobbról, gonosz amálékkal, jó fejemberekkel, belső lázadással, belső konfliktusokkal, belső békével, tehát épülünk mindig. Pont azt mondtam a gyermekezzel a hétfői műsorunkban, a világzsidó szemmel, azt mondtam, itt mondtam, de lehet, hogy nem, hogy gyakorlatilag az embernek egy célja van, egy ember kell legyen az egész életében, a tegnapi önmagát. Hát nekem egy dolgom van összesen, hogy minden nap többet adjak magamból, és abban a lélekben, hogy Isten belém helyezett, az embereknek, a közösségemnek, a barátaimnak, a hagyománynak, a saját múltamnak, a saját zsidóságomnak, emberségemnek, tehát ez mind-mind hozzátartozik. Tehát, és a Pészák az egy újjászületés. Azt jelenti, hogy újra tudod kezdeni. Ez, mint van ilyen sportmárka, aminek az a jelszava, hogy just do it. Tedd meg. Just do it. Igen, nem mondjuk a márkát, de... Ez nagyon, nagyon, nagyon bölcs jelszó, nagyon zsidós jelszó. Főrabbi úr, mit mond a lányainak, hogy a barátnőikhez majd hétfőn locsolni mennek, hogy őket miért nem locsolja meg? Sem? Nem, azt sem tudja, hogy ez a locsolás, hogy lányaim. Nem tudják, mi az. Tehát a gőzük nincsen a szokásról. Tehát amiképpen szerintem neked sincsen gőzöd a japán márciusi szokásokról. Tehát, ha utána vasod, tehát lehet, hogy beszélnek róla, de ők, ez annyira távol van tőlük, mint egy karácsonyfa, vagy mint egy nem kóser étel. Tehát ha a lányom, aki egy nagy lázadó, és otthon mindig lázad minden ellen, mind a kettő, legyen a kisebb, elmegy bárhova aludni barátnőkhöz, akkor egy kenyeret nem eszik, mert te tudja azt, hogy mit nem eszik. Otthon lázad, de ha kimegy a szobán kívül, akkor önmagáért felelős, és tudja azt, hogy mit ehet és mit nevet meg, és fölhív bennünket, hogy apa, itt felhőttem egy cukor, megehetem-e, ezért felhív telefonon engem. Tehát számukra ez evidencia, tehát nincsen locsolkodás. Ezek a büszke zsidók, akik otthon Izraelbe még a mindenféle halakat is megeszik, és amikor külföldre mennek, akkor hirtelen nagyon istenhívő zsidókká válnak, és azt nézik, hogy hol és mi kóser, vajon a jövőben kasruttal is ugyanúgy fog foglalkozni, mint idáig? Igen, hát most ugye már elkezdtünk csinálni két kollégámmal, a Darvas Istvánnal és a Dajcs Péterrel egy kóserfelügyeletet, nevű Mecsadó honlapját is már a két héttel ezelőtt, amely csak arról szól, hogy non-profit, akkor mit csináltuk is szabadidőnkben, nem kapunk egy fizetés semmit. Az a célja ennek, hogy eljussunk magyarországi gyárakhoz, egy beszélgetés, és el tudjuk mondani neki, hogy akarnak kóser ételt, akkor mit kell ezért tennünk, mert az a célunk, hogy Magyarországon mindenki erősen a kóser, az egy brand legyen, nem valami titkos dolog. Ez kóser, ebben nincsen disznó, nincs benne frutta de mare, és ha rávonjuk, hogy párve, akkor ehetik a tejérzékenyek is például. Tehát ezen fog most dolgozni, és amiket bárki tud keresni, segítünk ebbe, és ez nem a profitról szól, arról szól, hogy akár te, akár bárki, menj egy boltba, ott legyen az, hogy ezt megeheted, mert ebben nincsen olyan dolog. Annyi időnk van még hátra, hogy beszéljünk a pészaki vacsoráról. Van egy szék, ami üresen marad, egy pohár, amiben a bor ki van öntve, de a szegények számára is van egy szék. Vajon az ön zsinagógája is ma széder estére van-e üres szék? Persze, ez mindig az van. Ugye van egy szokás, hogy ilyenkor azt mondja, hogy mindenki, aki nem tud hol lenni, jöjjön be és egyék. Ezek az egész széder estét. Tehát mindenki jöjjön be, mindenképpen az egy helyen kezdi, mert kell annyit széket kiraknunk, tehát mert kiakni 100 darab üres széket. Tehát lehet jelentkezni a honlapunkon, online, stb. Vagy e-mailben tudnak tőlem kérdezni. És ott az ötödik pohár bor is, amelyik azt várja gyakorlatilag, akik ugye a négy fiú mellett van az okos fiú, a butuska fiú,
a gonosz fő és aki kérdezi sem tud, és vagy ötödik fiú, aki el se jön. Tehát aki, és az ötödik pohárból, ami ott várja, hogy hát, ha be fog jönni, ami lehet Eliáhú, a messiás hírnöke, tehát egy nagyon szimbolikus dolog, tehát ez a szédet, gondolj bele, hogy ez az ünnep, amely a zsidó nép egész történetét végigkísérte, a legősi zsidó ünnep, nem az Sábát a legősi zsidó ünnep, a Sábátot felejtsük el, a széder este, azt még az Egyiptomban ott is megülték a szolgasság utolsó napjában gyakorlatilag, ezzel az ünneppel indult el a zsidó nép történet, és akkor kezdte adni az Isten a micvákat, a Sábátot, mit tudom mi, de a széder azt 3300 éve ünnepeljük évről évre, nem tudom, hogy ilyen ősi ünnepet a világban, lehet, hogy majd valaki be fog írni, hogy Kínában van egy ünnep, amelyik mit tudom mi. Ez egy 3300 éves ünnep. Tehát, kedves nézőim, ma a Pilpulban beszéltünk egy 3300 esztendős múltú ünnepről, ami ma már minden zsidó megpróbál megtartani. Van, aki közösségben, van, aki családjánál. Vendégük volt Radnóti Zoltán főrabbi, aki a gödörből mindenki tud mászni. Látják a képzeletes gödörből, hogy már is aktivalizálta magát egy új honlappal, és mi kóserebbek leszünk. És ilyenkor köszönjünk úgy el, hogy kóser le Pészák, Shabbat Shalom, kóser le Pészák, és könnyű kijövetelt egy. Nem jól vagyok. Aki azt mondja, rossz vagyok, többen hívtak föl, én tök jól vagyok. Tehát, van egy mondás héberül, még van egy perc a következő műsorig, mikre, Rák Mehassem, ez egy szójáték. Mi kell szerint történés, és betűnet megcserélgettem, Rák Mehassem, minden Istentől van. Hát ez egy alapvetés a talmudi zsidóságban, ami történik, jó Istentől van. Most elesek, betűnöm a fejemet, az is tőle van. Most távolok itt 100 000 forint, az is tőle van. Tehát minden tőle van, és meg kell köszönni. Hál' Istennek. Tehát ajtó bezárul, másik három kinyílik. Pontosan, másik három kinyílik, tehát előre kell menni. Shabbat Shalom. Thank you.